Most még üres a nagykálló harangodi tábor területe, nyáron azonban van olyan nap, amikor 1000 ember is ellátogat ide. Idén már 32. alkalommal rendeznek majd itt nomád népművészeti tábort, ahol kicsik és nagyok egyaránt megismerkedhetnek a népzenével, a néptánccal, valamint kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Nem csak gyerekeknek szól, hanem családoknak is. Tehát itt a táborban pár hónapos kortól kezdve volt, azt hiszem 89 éves néni ünnepelte itt a születésnapját, és ugyanúgy sátorban laknak ők is, a pár hónapos kis csecsemőtől kezdve a 89 éves nénig is, mint bárki más itt a harangot területén. Ez már Márok papi, itt egész évben folyamatosan szerveznek erdei táborokat, itt mindig sok az iskolás diák a szállásom. Jó kis túrákat tettünk, igaz, hogy sarasak lettünk, de nagyon izgalmas volt, nekem nagyon tetszik ez az iskola. Hát, ha lesz még itt tábor, én szeretnék még egyszer ide jönni. Én még csak egyszer voltam táborba az egyik barátnőmmel, és most fogok menni nyári táborba ezen a nyáron, és ez a tábor nekem nagyon tetszik, mert a túrákon megismertünk szép növényeket, furcsa állatokat, és a madarakról is tanultunk. A Márok papi táborban a természettel és környezetvédelemmel ismerkedhetnek meg a gyerekek, valamint mikroszkópos kísérleteket is végezhetnek. A legtöbb időt a természetben töltik az ideérkezők. A kaland és természetismereti táborba már 8 éves kortól várjuk a gyerekeket. Szoktak néha kisebbek is lenni, hogyha testvérrel jönnek. A kerékpáros táborban az felső tagozatosok és középiskolásoknak a jelentkezését várjuk, mert ott azért a fizikumra is szükség van, mert hosszabb túrákra is megyünk. Oda tudunk biciklit is biztosítani, de aki szeretné, saját kerékpárt is hozhat. És itt a környéken megyünk, kulturális értékeket nézzük meg. A gyerekeket már egyre fiatalabb korban iratják be nyári táborokba a szülők. A 2-3 évesek bölcsődéhez és óvodához hasonló napközis táborokba járhatnak. Statisztikai adatokból az is kiderül, a vidéken élő körében népszerűbb a táboroztatás. Egyre nagyobb a kínálat, idén 10%-kal nőtt. Országszerte közel 600 lehetőség közül választhatnak a szülők, de ez folyamatosan bővül. Fotós vagy főzőtábort, horgásztábort, idegen nyelvi kalandtábort, készségfejlesztő kézműves tábort, lovastábort, de nagyon populárisak idén a lövész és katonai táborok, a médiatáborok és örök kedvencként elérhetőek a sporttáborok, a színházi és tánctáborok, de népszerűek a természet és környezetvédő táborok és a zenei táborok is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a környező megyékben elsősorban a tematikus, azaz egy központi téma köré felépített táborok hódítanak. A táborok ára is folyamatosan változik, mi 2012-ben alig 30 ezer forintba került egy gyerek táboroztatása, addig ez az összeg ebben az évben 17%-kal 35 ezer forintra nőtt. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy több táborba járatják a gyerekeket, sokan inkább a jobb minőségű táborokat választják.